Középbánátban jelenleg 551 fogyatékkal élő személy van a foglalkoztatási hivatal nyilvántartásában. Közülük 190-en nem rendelkeznek általános iskolai végzettséggel sem. Jelenleg mintegy 100 fogyatékkal élő gyermek jár a nagybecskereki május 9-e speciális szakközépiskolába. Évente innen 15-20 középfokú végzettségű fiatal kerül a munkapiacra. Az iskolánkból kikerülő végzett tanulókat a saját szakmájukban nehezen alkalmazzák. Sajnos leggyakrabban csak segédmunkásként dolgozhatnak. Megtörtént például, hogy a nálunk lakatos vagy más szakmát tanul diák később a cipőgyárban dolgozik. A május 9-e speciális iskolában, amelyben a fogyatékkal élő gyermekek járnak, a hét két napján elméleti órákat tartanak a tanárok, míg heti három alkalommal gyakorlati képzésen vesznek részt a diákok az iskola műhelyeiben vagy különböző vállalatokban. A gépészeti és fémfeldolgozó szféra számára bádogosokat, lakatosokat és hegesztőket képezünk. A textil és bőrfeldolgozó szakról szabók és varrók, a mezőgazdasági, vendéglátóipari és kereskedelmi szakokról pedig pékek és élelmiszer előkészítők kerülnek ki az iskolánkból. Kovács Róbert az iskola másodikos tanulója. Ő lakatosnak tanul. Sok mindent meg lehet itt ebben a tananyagban tanulni, meg lehet nagyon sok mindent alkotni, akkor megcsinálni, összeállítani, csak megértés a fontos. A munkaügyi minisztérium évi szinten biztosít juttatásokat a fogyatékkal élők foglalkoztatására. E célra az idén 500 millió dinár terveztek. A pályázatokat pedig minden bizonnyal már áprilisban kiírják.